Na üdvözlet neked, hello, szia! Én Csipesz vagyok, és ez itt az Ultimate Solo Survivor sorozatom. Hé! Hey! Na, hát kezdjem. Mi a picsa van már? Na várjatok egy kicsit. Yeah. Hello, Arnold Schwarzeneggerrel beszélek? Yeah. Na, hello, Schwarzi. Figyelj már, van itt egy tonna Itchy Tornis. Nem bírok velük, segítsél már. Yeah, no problemo. Arnold Schwarzenegger. A gépek lázadása. Arnold Schwarzenegger. Az egyszemélyes hadsereg. Arnold Schwarzenegger. Na, kezdjük is az elejétől újra. Üdv neked, hello, szia, én Csipesz vagyok, és ez itt az Ultimate Solo Survivor sorozatom 5. epizódja. És a mai részben egy kisebb tengeri betekintés után néhány nagy fiú nyomába eredünk. Jogosan jöhet a kérdés, hogy honnan tudom én ezt így mind előre, hogy mi fog történni. Nos, hát annyi az egész, hogy utólag veszem fel az elejét. Viszont mielőtt belevágnánk a rettenetes izgalmas kalandokba, lenne itt két fontos infóm a számotokra. Az egyik az az, hogy létrehoztam egy Discordot, most még igencsak kezdetleges és üres, tehát csatlakozz kérlek, hogy megtelíthessük egy kis élettel, és a továbbiakban együtt alakíthassunk ki egy újabb közösséget közösen. Továbbá itt majd tudunk egymással jókat beszélgetni is, és esetleg játszani is majd valamivel a későbbiekben. A linket a leírásban találjátok odalent. A másik dolog pedig nem más, mint hogy március 18-án, szombaton, szeretném szerét ejteni a második livestreamemnek. Ugyanúgy, mint a múltkor, délután 17 órai kezdett el. Én már izgatottan várom, és remélem te se vagy vele másképp. Ugye várod te is? Mármint... Ugye várod? Most pedig jöjjön az, hogy mi változott a bázison, majd intro, és aztán csapjunk is bele. Nos, építettem a Baryonyxoknak egy ilyen kis teraszt, hogy ne kapjanak napszúrást. Befogtam egy új Argentavis szerencsére szarstatokkal. Építettem egy ilyen csodás kis Industrial Forged, hogy gyűjjön nekünk a fém. Itt van egy kis Chemistry Bench is, illetve még egy kis főzőkonyhát is létrehoztam. Ezen kívül leraktam még egy ilyen hatcherit, sajnálom ezt az S pluszos hatcherit, ez felveszi automatikusan nekünk itt a megtermékenyített tojásokat, illetve egy kis segítség a nenitől, ugyanis nagyon kevés időm van játszani. És van egy új üdvöskénk is, egy Moszkopsz, aki nagyon hasznosnak bizonyult, ugyanis mint láthatjátok, itt organik polimerből 265,5%-kal többet szed, tessék, 60-ból 159, és így tovább. Illetve csináltam egy ilyen előre tolt bázist is, itt a gázbarlang mellett, hogy könnyebben tudjam farmolni a blueprinteket, ugye ez az a barlang, amit már sokan ismertek, és a livestreamben is volt róla szó. Na de jöjjön az intro! Viszont még mielőtt nagyon belemerülnénk a kalandokba, illetve a tenger aljába, szeretnék egy pár fontos információt elmondani. Volt egy tervem ezzel a résszel kapcsolatban, hogy majd mi is lesz úgymond a tematikája, mi is lesz a pontos menete ennek. Ugye az eredeti terv az az volt, hogy lemerülök a víz alá, körbeúszom az egész térképet, és közben bemutatom a tengeri élővilágot, felszedem ezeket a nagyon csodás ilyen loot kréteket, hátha lesz belőle valami jó lootunk, viszont egyszerűen botrányos lett az egész, semmilyen izgalmat nem tartogatott. Egy-kettő ilyen jelenetét megtartottam ugyan, viszont a nagy részét kivágtam. Itten a képernyőn látható időponthoz, hogyha oda tekersz, ott kezdődnek majd úgymond az igazi izgalmak, tehát itten az elején csak úszkálunk, egy kicsit így lubickolunk. Hogy ez a rész megszülethessen, ahhoz 21,5 óra anyagot kellett felvegyek, és ezért is késett nagyon sokat egyébként ez az egész, és remélem így is élvezhető lesz majd. Az említett időponthoz tekerjed, hogyha itt az alvilág, ez hogyha ez a tengeri világ nem érdekel.
gondolkodtam azon is, hogy hogyan lehetne egy-egy epizódom úgymond tartalmasabb is, lehetnék például viccesebb is akkor, hogyha ezeket a, tehát a hangomat utólag venném fel a videóhoz. Viszont én azt nem szeretném annyira úgy csinálni, sokkal jobban szeretek úgy beszélni egy játékról, hogy miközben játszok vele, még ha nem is annyira érdekes, sok nyelvtani hibát ejtek, meg ilyenek. Ez a rész még ilyen lesz, tehát az aktuális felvételt fogjátok hallani, aztán majd a közeljövőbe kiderül, hogy mennyire fog ez így menni. Remélem azért így is élvezhető valamennyire, aztán meglátjuk majd, hogy tényleg, hogy mit hoz a jövő. Viszont most vágjunk bele, és innestől fogva nem ezt a hangot halljátok majd, hanem ugyanúgy az én hangomat, csak amit a játék közben vettem fel. Hát enjoy! Ott is az első Bazilo. 80-as szintű, de hát ő még nem jó. És akkor a második indok, amiért hoztam én ezt a Baryon X-et, azt mindjárt meg is mutatom, hogy micsoda. Azt a múltkori részben ugye a dungeonben nem bírtam bemutatni ezt a stunolós módszerét, de annyi, hogy a Bazilo alapjáraton nem támadós, viszont a manták igen, és akkor így lehet őket szépen is stunolgatni. Látjátok, nem támadnak folyamatosan legalábbis. És akkor nagy csomó húsunk maradt. Ja. Ahhoz képest egyébként, hogy eredetileg a Basilosaurus az egyébként egy, hát egy ilyen tengeri ragadozó volt annak idején. Ő egyébként nagyon sok olajat dob. Ebben biztos vagyok, hogy az itt belőle lehet aztán farmolni, mint a rohadás. Ezt a raw fry fish meat-et megtartom. Nem tudom, hogy kinyírjam. Mi spawnolja? Jaj. Igen, cápákat is lehet stunolni, ezt elfelejtettem mondani. És nem csak a simákat, hanem az alfákat is, bizony. Közben gyár itt is vagyunk az első pontnál. Itt kéne legyen, ugye ez nem fix, hogy itt van. Egyszerre azt hiszem van egy maximum szám, amennyi, tehát a maximum darab, amennyi tehát lent lehet, tehát pár biztos találni fogunk, de úgy látom az első rögtön nincs itt. Már pedig jó jelöltem be. Ez egy Dunkleo volt fent, ugye? Igen. Az egyébként, aki tengeri bázis tervez, annak nagyon jó. Azzal lehet az ilyen mélytengeri fémeket farmolni, illetve nagyon nagy a teherbírása. Egy csomó dologra. Egyébként nagyon jó. Egy kicsit ilyen tankosabb, mint a Bazilo, amit én akarok. Ez mind angol, na? Ja, nem, ezek anglerfish-ek. Az anglerök meg a... aki nem tudja esetleg, az pedig a... Szóval igen, az anglerfish, azt nem tudom, mondtam el, a Silica Pearl-höz. Nagyon jó. Sőt, hát a legjobb. Az úgy, tehát így tudja szedni így a sima harapásával, és elég durván. Ugye ezek a kis csinádrák, vagy kinadra, vagy mit tudom én, hogy kell ejteni, azok viszont a biotoxin dobják, és hát már farmoltam belőle elég sokat. Úgy gondolom, nincs rá szükségem. Amivel nagyon nem akarok találkozni, az egyébként az elektromos angolna, illetve a polip. Nem, alfa megalodon. Na hát, azt kinyírjuk. És igen, ennek a Baryon X-nak van oxigénje, de nagyon lassan fogy. Jaj, közben ezt kidobjuk a felesleges súlyt. Lehet, hogy megalodon fogat is, mert nagyon sok van belőle. Egyes volt 20-as? Nem, 120-as! Jézus! De nem baj, legalább megbírom mutatni, hogy stunol. Látjátok? És akkor nem sebez ránk semmit. És akkor néha így, ha megmozdul, majd csak bele kell egyet stunolni, és cső. Ó, pörkölt szintet is lépett. Nice. És akkor a tonna hús kidobjuk, és semmit nem dobott? Ja, várját, na, ezért. Táskát, az dobott.
Wow, a jó nagy semmi. Na, most láthatjátok, hogy 6000 élet a maximum, megeszem ezt a kis halat, és 200 HP-t töltött is rajtam szépen. És ez ilyen... Hopsz, és mindjárt fullon is vagyok. Tökéletes. Még csak a negyed részét mentem át, sőt. Kevesebbet, a negyednek a negyedét. Jaj, egy tuszó! Te hogy kerültél ide? Hú, még jó, hogy nem alfa. Meg csak ilyen kicsi szintű. Na, ezt például azért nem szeretem, mert nem látok semmit. Például nem tudom, hogy mi támadott meg. Dunkleo, oké. Hoppot, egy baziló, 85-ös, na, ő már második, akit látunk. Igen, ritkásan vannak most, nem? Az mi az, ami nagyon jön felém? Liopleurodon. Na, őt például még nem láttam. Nagyon csúnyán néz ki. És nem lesz tanulni se. Ú, de csillog valamitől. Wow! Ez egy örvényt csinált, lol. Ezt nem is ismertem, ezt az állatot eddig. Na, ennek majd utána nézek, hogy most őt károlta megölni, vagy nem? Na, az az elektroputusz, vagy tököm tudja, micsoda nem hiányzott. Egyiknek valahol itt kéne legyen. 90.8 14.4 Vagy én vagyok a vakegér, vagy nincs itt. Igen, most így nézem, hogy pontosan a koordináták alapján a másiknak meg itt kéne legyen. De nincs itt sehol. Jól van. Eddig sikertelen volt. Tudtátok egyébként, hogyha a jobb oldali, tehát hogyha PC-n vagytok és a jobb oldali shiftet megnyomjátok, akkor nem kell folyamatosan nyomni a kis ujjatoknál lévőt. Én erre nemrég jöttem rá. 59.37.5 Tehát elvileg való itt. Jó, már feljebb. Jaj! Észre sem vettem, hogy eltört ez a szar. Jója, annak meg való itt kéne legyen. Na mindegy. Menjünk tovább. Egyszer csak találok egyet. Eddig semmit nem értem el. De két szintet fejlesztettem a Baryonyxon, és ennyi. Ajaj, ez egy Alphamosasaurus. Na, ő lesz az, akit nem akarok kinyírni. Mert az egy picit nehéz lesz pörköltnek. Őt nem. Őt bizony nem. Majd a bazilóval talán. Jöjjünk csak szépen ide fel a nyugis terepre. Ott az első! 34.8.1 Igen. Ó, szurkoljátok, hogy valami durva tudsz legyen benne. Két gili tudsz. Na? Legalább az ott lesz? Ezért be kell jönni? Aha. Azt a micsoda kis barlang van itt a víz alatt. Wow! What the...
Jó, hogy ez egy ilyen full barlang, what? LOL! Én nem is tudtam, hogy itt van ilyen. Ragnarökön már láttam ilyet, de hogy itt... Úristen, Explorer Note. Oda néz. De érdekes. Tehát egy mini pici bázist építeni. Ja, már nem a legjobb. Már nem olyan túl nagy a hely, de... Hát... Nem hiszem el. Egyik elcseszett loot sincs itt. Lehet a végén megyek majd még egy rexkört is, hogy lássátok a 10-es meg 20-as rexeket, amiket általában látni szoktam. Viszont azokat meg szoktam ölni. Jó, kinézek erre a szigetre. Azért jöttem ennyire fel, mert megláttam azt az Alpha Mosasaurust oda lent, és azt nem akarom kinyírni. És ott is van rögtön egy rex, ami 50-es szintű. Volt. Valamikor. Csak az Argenta viszok megölték. De múltkor egyszerre láttam, vagy hármat is. Egyébként. Meg volt egy ilyen. Én nem vettem fel. Ez lehet, hogy jobb, biztonságosabb lenne repülve, mármint ahogy szoktam ide jönni. Eleve. Rexi. Nézd már. Mindenki öl mindenkit. Meg sem bírtam nézni, hogy az szintű. Viszont legalább újra spawnolnak. Valószínűleg kicsi volt, hogyha így nem bírt ki egy Sabertoothot, meg egy Argentavist. Mondjuk az Argeneknek... nekik sajnos egész jó a HP regényük. Itt is egy Rexi. 150-es! 28-as élettel! Ha-ha! Ó! 150-es Rexi! Jesus! Őt be kéne fogni. Őt be kell fogni. Jó, hazamegyek. Ezt a tengeri szart meghagyom későbbre, nem érdekel. Majd kifarmolom a dungeonbe, úgyis kettő maradt körülbelül ott a lent. Jó van, visszajövök ide mindjárt. Jó, és akkor addig... Kb. Egy fél óra múlva vissza is tértem ide, mert mire ez az Argenta visz ideért, majd megültem. Remélem nem halt meg a Rex, ez a 35-ös, nekem az nem kell. Ilyen fekete-fehér volt ráadásul, gyönyörű szép. Csak attól fő sok, hogy sok lesz itt a az Argi, vagy a Saber. Aha, de szerintem az lesz az ott. Így is van. 28-as az alap élete, hogy ez, ha nem a kajára, vagy movement speedre kap egy csomót, akkor ez egy perfekt fogás lesz. Szóval itt olyat csinálok akkor, hogy a múltkor már jó bevált befogót lepakoljuk. No, most ez nem lett egy ilyen mestermunka, de a célnak meg fog felelni. Egy olyat próbálunk csinálni, hogy Argentavist fent lerakjuk. Akkor mi, hogyha leesünk, akkor bele is halok. Erre. Ja, nála van a husi-musi. Százas pedig kinyírjuk vele, ezzel. Na, hogy az Argentavist megöld. Elhiszem, hogy százas vagy, is nagyon keménynek hiszed magad. Ja. Jöhet a nagy Rexi. Ott van. Gyere, bro! Gyere, gyere!
Gyere szépen. Ó, de szép fekete-fehér vagy. Hogy születtél ilyennek? Aha, fekete és fehér. 14-es és 36-os színkódok vannak neki csak. Gyere, gyere. Gyere, gyere. Ja, és most kéne az argira cserélni. Aha, ez ügyes voltál, Ádám. Jaj! Ja. Ugye is ezt kinyitjuk. Direkt a sima kapukat hoztam. Gyere be! Gyere be, légy üdvözölve itt, gyere! Gyere, kóstold meg az argit, úgy van. Rácsukjuk az ajtót. Parádés! Vajon így fajon falon keresztül ezt így lehet lőni? Lehet, nice! Csak nem tudom, elég lesz a pheromon dart. Őt átállítjuk neutrálra. Jesus. Bekakáltam, oda néz. Hova lehet, azt írt, hogy defecated, mi az Isten. Férek ki. Jó lenne, hogyha nem ott pont az ajtóba zuhanna össze, bár át tudom építeni ezt a nagy vackot. Még ruhanék, jöttem el. Feküdj már ki. Na? De utolsó lövés lesz ez. Na, nem is kell lőni, oké. Zsír. Huh. Remélem, hogy sok élete lesz 28-as alapstatta. Szerintem ezt átépítem, ezt a nagy ajtókat. Nekem nehogy pont belemenjen valami vadállat. Ha egy részenként találnék egy rexet, annak örülnék. Így már nem fogja megtámadni semmi. Csak persze az ajtót be kell fotózni. Gyere, szaftos! Zsír. Hallod, ez nagyon jó sikerült most ez a... Ez a ketrec. El tudok menni kávézni, meg ilyenek. Egyszer csak felkelsz. Most remélem hoztam üzét. Jó, hoztam másik kriopadot. Na? Gyerünk! Gyerünk! Várjál már itten. Most ugyanezzel a hússal fogtam be, de mert nem nagyon tudom mi mással. What? Mi történik? Jaj! Megvan a Rex legalább. 224-es lett. Ó, itt még egy Rex! 36-os. HP meg 35-ös. Damage. Hát ezzel túl sok mindent nem tudok kezdeni. De kár! Nem baj, azért elvisszük.
Közben azon gondolkoztam, mi lenne, hogyha egy pár darab ilyen nagyobb vadállatot levadásznánk, ilyen kisebb-nagyobbakat, megnéznénk, hogy miket találunk. Csak előveszem ezt a másik fegyveremet, mert az már nem fog kelleni. És akkor keresgetünk egy-kettő ilyen nagyobbat, hát hogyha találunk valami értelmeset. Ha találnék még egy nagyobb rexet, ráadásul egy ilyen lánykát, illetve fiút, azt hiszem lány volt az előző, amit fogtam. Itten közben egyébként eltelt egy csomó nap. Én is nem egybe szoktam felvenni ezeket a felvételeket, nem tudom, hogy ezt már említettem-e. De egybe úgy nem tudnám annyira úgy megcsinálni. Na mindegy. A lényeg, hogy keresgélünk valamit. Muszáj így csinálnom, mert egyébként irdalmatlanul sok rész lenne belőle, és azért nagyjából úgy akarom egy részekre bontani ezt az egészet, hogy... Az ott mi? Ez mi annyi vaj ez itt? Explorer note, lol? Ja igen, ez a négyszeres. Igen. Na például az ilyeneket így külön, ezt nem is lettem még ott észre. Lol. Szóval olyan részekre akarom bontani, hogy nem mindig ugyanaz legyen, hogy farmolgatok, meg hogy itten csak így körözök, meg ilyesmi, hanem azért legyen is benne valami. Most például betanultam a héten egy olyan útvonalat, ahol úgymond spawnolhatnak a rexek, és hát leszoktam őket hentelni. Amit a kis szintűeket persze. Csak most pont este van, és egy kicsit így nehezebb észrevenni őket, viszont semmi baj, ott is van egy. 140-es, azt mondja, hogy 24-es a damage-e. Oxigénje egy kicsit túl sok. Nos. Megpróbáljuk ezt is így befogni, mint az előzőt. Megpróbálom innen fentről kiteríteni. Ha nem esek mellé. Siker. De persze belelőttem a falba. Na hát akkor mi ki van terülve, addig én a múltkorihoz, hát az előzőhez hasonlóan, ennyi. Őt körbe kerítem, és persze, hogy nem hoztam ezért. Ajajajajaj, mikrofaszom! Hol van? Le ne üssön. Jó van. Üssé. Körbe kerítjük a Rexi Maxit. Addig csinálok egy ilyen multitoolt, ezzel felbírom venni így a... ezeket a dolgokat sokkal könnyebben. Szép piros kis Rex lett ez, kérem szépen. Nem tudom, hogy hány százalékos lesz egyébként a témelésünk, mert lehet, hogy közben itt egy ilyen mikroraptor meggyalázta őt, bár ebben nem vagyok biztos. De majd kiderül. És tudom, ennél sokkal könnyebb, egyszerűbb, ilyen ketrecet is lehetne csinálni, nem muszáj ezeket a behemó cuccokat használni. A sima kis gétet sem tudja egyébként átlépni maga a Rex. Én ezt csak az ő védelmében csináltam. Na, hazamegyek, visszamegyek ezért, Prime Meatért. Nagy reményeket nem fűzök hozzá, de már az, hogy female, az így tetszik. Egyébként. Jó, nem harapta meg a kis mikroraptor, tökéletes. De azért annak meggyalázom a hulláját. Itt is van. Ő volt az a kis szemét. Behúzzuk a pirányáknak. Nincs is piránya. Jó, van mindegy. Ja, egyébként sikerült ugye időközben egyébként így napról napra így mendegéltem, és akkor találtam egy ilyen kampantbóvnak a receptjét, vagy hogy is mondjam, hát így a blueprintjét megtaláltam. Abba a barlangba minden nap, hogy kétszer-háromszor lemegyek, hát hogyha egyszer valami jó kis Rex nyereg, vagy Diaodon nyereg, Jutiranus nyereg, vagy bármi,
bejönne, tök jó volna, de hát eddig nem túlságosan jártam sok sikerrel. De hát találtam ezt, ami ugye jó volt, illetve még ezen kívül találtam még egy tök jó Baryonyx nyerget, és egyre könnyebb azt a dungeont is letolni. Hozok még egy kis Prime Meat-et mégis, csak hát, ha találunk valamit. Ha nem most, akkor majd valamelyik nap. Ez nektek így egyébként jó, mert egy óra hosszában így összesűrítem a elmúlt hét történéseit, amikor így van időm beszélni, stb. Aztán... így rövidebb lesz az egész sorozat, mármint úgy rövidebb, hogy nem lesz annyira unalmas. Csak az ilyen fontosabb elemeket rakom, beleveszem fel. Sajnos bazilót nem találtam egyébként azóta se. Jó, itt egy tojás. Köszönöm szépen. Ezért jó, hogy vannak ilyen pluszok. Mármint, hogy vannak fiúk. Már kettőt úgy nagyjából fel is neveltem, hát hogyha jó statjaik lesznek, de hát egyiknek se voltak, ráadásul ikrek. Anya, apa, hát nem... tehát nem örököltek át mindent. És akkor, jaj, fém. Ez egy rémesen egyszerű, eddig csak úgy említettem. Itt az Ankylong. Na. És akkor itt van ez a Fame Node, ez a Rich Met, izé. És valamiért nem üt az Ankylong. Le is szállt, what? Van az inventóriában valami? Nincs. Akkor mi bajod van? Üssél csak. Azaz. Új, durr. Ebből a fényből egy kicsit úgymond, igen, belustultam, nem farmoltam annyit, amennyit lehetett volna, amennyit kellett volna. Szedi a kristályt is, nagyon ügyes vagy. Kicsi Ankylo. Úgy látom, lesz tacsunk is. Punk. Jó, és akkor ilyenkor, amikor egy félig megtelik, kis Ankylo, körülbelül a fele súlyán van, akkor onnastól nem hajlandó automatikusan magát ütni. De semmi baj. Szoktam egy ilyet craftolni, egy Omnitoolt. Ez egy pluszos dolog. Egy elővesszük, és akkor a basic transferbe kijelöljük, hogy az Ankylosból tegy át az Argentavisba, így, né? És egy-két ilyen kényelmi funkcióját használni fogom egyébként a játéknak, ha már egyszer bent van a mod, ugye? Szerintem ez nem egy olyan nagy hack, egy kicsit lerövidíti az időt. Ennek ti is örültök, hogy amit már említettem, hogy nem lesz olyan nagy szerencsétlenkedés. Egyébként volt egy ilyen felmérés, amit így megpróbáltam így felmérni a játékos bázist, a magyar játékos bázist, hogy ki milyen platformon játszik. Az annyi, hogy az annyit tett, hogy megkérdeztem egy csoportban, így szavazás alapján, hogy PC, Steam, mármint ugye a Steam vagy az Epic fiókkal, illetve az, hogy Xboxon vagy Windows Store-on, vagy hogy PlayStation-on játszanak-e. Ez azért volt, mert egyszer majd szeretnék, amikor már elég sok feliratkozó lesz, akkor és követő, akkor szeretnék egy ilyen eventet csinálni. Aztán, hogy ez miről fog szólni, az egyelőre maradjon titok. A részletekről meg majd ugye később beszélek, mikor már bennem is körvonalazódott minden, hogy hogyan is kéne azt csinálni. No. Ég a fém, mint az állat. Egybeztekeljük, hogy lássuk, hogy nagyjából mennyi. Ja, nem lehet visszatenni. Ó, édes Istenem. Szóval, ég a fény, mint az állat. Megnézzük, mi újság van Rexibexivel. Olyan furán vörös minden. A Scorched Earth-ön van egy olyan event, vagy hogy mondjam, amikor spawnol egy főnix. És ő olyankor... akkor szokott ilyen lenni az ég. Nagyon fura volna, hogyha lenne itt is egy főnix most mi. Érdekes. Hogy ennyire meleg lesz, és... ah, 40 fok van! Ha! Jól van! Akkor ez az az event, megint a nukleáris atombomba. Meg még félig fent is vannak a csillagok. Jó van az. Na, Rexi-Mexi, hogy állsz? Na, 51%, nagyon jó.
Én ezt itt megvárom megint csak. Úgyse fog addig semmi se történni szinte. Ó, meg is vagy. Nagyon jó, nézzük milyen durva statjaid lettek. Remélem, hogy jó legyen. Nem baj, tojást jó lesz tojni. Nem baj, nincs szerencsém. Találom a... Találok nagy szintűeket, de... Jókat nem. És igen, a minimum az legalább 140-et így, tehát annyit akarok, minimum 140-est akarok befogni. Ezeket felvesszük, keressük a következőt, hát ha találunk valamit, aztán két hét múlva találkozunk. Gondolkoztam egyébként, Spinóból sokkal többet szoktam találni, hogy azt fogok be, viszont abból például még 150-est nem is láttam. Itt még itt a part mentén szokott lenni egyébként egy-két rex, de ne legyen túl hosszú itt ez a rész, ezért befogom a számot, és majd, hogyha találok valamit, akkor beszélek tovább. Ott egy rex. 30-as szintű. Na és akkor olyankor szóltat, ott van még egy rex. 150-es. De miért ilyen csoze alapstatokkal vagy? Mindegy, először ezt a 30-ast megöljük. Akkor ezt úgy oldom meg, hogy barit kidobjuk, pörköltet. Állja meg! Gyere bro! Gyere ha mersz! Csak simán legyapjuk. Őt is felszereltem azóta ezzel a szuper nyereggel. Viszont ha már egyszer itt vagyunk, akkor... Ínye! Az anyádban. Hol van? Itt van. Jó. Megpróbáljuk, hogy bent maradjon. Úgy beépíteni. Tökéletes. Remélem, tényleg nem fér ki. Yes! De oh, kifért! Nagyon közel raktam. Hol a pickup gun? Gyere vissza, barátom! Ezt viszont itt nagyon elcsesztem, akkor úgy néz ki. Gyere, itt! Itt egy nagy kapu, gyere ezen be! 150-es. Ezt sem hiszem, hogy egy nap alatt találtam kettő ilyen nagyobb szintűt. 140-et, meg most ezt a 150-est. De ne azt... Ne, tessék, segítettem. Jöhetsz. Hallod? Gyere már! Megeszek előled mindent. Gyere! Az argit benhagytam. Jó. Gyere! El ne fordulj! Gyere be ide! Úgy van, ügyes vagy. Oké. Még itt lehet még kifélnem. Most fogsz összeesni a vízbe, meghűlök. És ha belemersz fulladni, akkor még jobban meghűlök. No. Hát, vízben van. És akkor innen szoktam felnézni a egyébként a hegyecskére, mert ott is szokott még lenni egyébként. Tehát ott is szokott spawnolni. Rexi, Maxi. Meg is nézem addig, amíg ő témelődik. Csak bele ne fulladj a vízbe, öcsém! Aha. Vagyas vagy? 10-es szintű. Hát azt szerintem csak simán lenyilazom. Ó,
Ott spawnoljon helyette másik. Azok allók, aha. Az is jó lenne egyébként. Felnézünk ide a hegytetőre. Múltkor itt majdnem megcsípett egy giga. Elfogyott a... Aha, ott is van fent. Micsi? Ez nem is giga. Az mi az is? Karkan... Micsoda? Karkarondotosaurus. De szar kimondani. 70 ezer élete van? Wow! Ez milyen állat ez te? Én ezt még nem is láttam. Itt pedig voltam már fent, és itt a múltkor egy giga volt. Hello! Hú, de érdekesen nézel ki. Ham, ham, ham. Azt a nézd meg, hogy... Mi ez? Nem merek neki menni. Még csak véletlenül se. Csak 40-es szintű, de... Na, ha az valami gigaszerű egyébként, mert itt a múltkor fent egy giga volt. Hogy ízzik a szeme. Aha, ő is tud rage-elni valószínűleg. Vérzik a szája neki nagyon. Hát jó, itt vágyat, kisanyám. Téged én most nem bántalak, jó? Ja, meg abba, arra a kis islandre is átnézzünk oda. Érdekes, micsoda állat ez. Ennek utána kell nézek, milyen egyszerű neve? Karkarodontosaurus. Karkarodontó, jó. Igen, itt a parton is szoktak lenni. Gondolom itt a hegy lába, tehát a, ahogy néztem így a spawn mapot, ezek még be vannak jelölve. Szóval ahogy így néztem ezt a spawn mapot, vannak ezek a hegyek, kivéve a hegyesek, majd úgy bocsánat, a havasok, a havas hegyek. Ott azoknak a tövében így körbe, ilyen körkörösen tudnak ezek a rexik spawnolni, meg van még egy-két ilyen extra plusz hely, ahol így ritkábban, például ahol a 140-est fogtuk, ott tud spawnolódni, de... Aha, ott is egy, ott nem hiszed csak. És akkor gondolom lesétálnak ide a partra. Sajnos ez csak 55-ös. Meg egy 35-ös Alpha T-Rex. Nice. A kettőt ki is nyírom szerintem gyorsban. Vagyis, hogy az Argit nem hagyom csak így itt. Tök jó, mert egyébként parton van ez, hogyha nagyon kevés lenne az életem, megeszek egy-két halat és fel is van töltve az életem. Jó, ez az Alpha? Igen, ez az Alpha. Nincs is sok élete. Még talán Rexből nem is öltem Alphát. Látni láttam már, csak aztán valamiért luthagytam, csak úgy viccből. És igen, a Rexnek így egyébként a seggét kéne harapni, mert hátrafele nehezen harapdál. Őt lehet tanulni vajon a vízbe? Várj már, ezt is próbáltam. Amit hogy a halakat azt ugye lehet. Nem lehet sajnos, na mindegy. Kihúzzuk a vízből. Gyere! Aha. Vagy én, vagy a Bari az fejlődött is. Na jó van. Föltöltjük az életét, amíg kiszámítja a számítógép, hogy mit nyertünk. Aha, Bari. Nekünk nem is dobott olyan sok XP-t, na mindegy. Aha, egyet. Pff. Nem baj, jólunk egy kis HP-ra. És igazából szart se dobott. Dobott egy ilyen kosztümöt, vagy egy trófeát, bocsánat. És így... Nagyjából semmi mást. Ó, de jó lenne egy Rex, ami mél és nem female, és nagy szintű, és 50-es a damage-e, annyira nem érzem magam mostanában viccesnek, pedig régebben én ezeket így tudtam így tolni, így hasból, értitek, most egy kicsit ilyen furi. Ennél a játéknál meg még úgymond könnyebb is lenne. 145-ös Rex, hát pff, édes Istenem, 18-as damage, meg 19-es HP. És az a baj, hogy az erős, ez nem fog így
magától így megdegleni. Szóval le kell győznöm. Ez az egyetlen Rex most itt a szigeten. Pedig pár napja, valamint, hogy mikor legutoljára itt jártam, itt volt, vagy 3-4. És kicsit kezdek így belezavarodni, hogy melyik nap mit vettem fel. Vettem melyik részletét a videónak. De nagyon sok az argi. Ó, csessze meg! És be se lehet kriózni. Ájj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 
Hülye vagyok, atya úristen! Baszki! Nem figyeltem, hogy sickness lesz neki. Ó, te jó ég! Rám támadj. Nem Barira. De úgy támadj rám, hogy ezzel ne halljak meg, jó? Jó, hogy hoztam ilyen lőszert, basszus. Cah, ez az. Hűha. Ez egy év, mire innen felkel, és ottan olyat látok, amit nem akarok látni. Ja, az karnó, jó, akkor nem szóltam. Nem baj, az úgy el lesz ott magába addig. Pont szerencsés helyen dobtam ki ezt a kis Barit, az istenit. Nagyon megszívtam. Az a Karka, Donto, Brotofotom, Talbus, vagy mi az istennek hívták, az engem nagyon basztatja a csőrömet, hogy nekem az kell egy olyan. Ha be lehet fogni egyáltalán. Aztán lehet, hogy csak a hegynek a királya. Mire ezt egyébként látjátok, ezt a videót, addigra én tudni fogom, mert amint végzek a felvétellel, utána nézek. Aztán, hogyha lehet itt a rész végein, még lehet még azt a maradék kettő lootot megnézem, illetve még egy bazilót keresek. Na azt már nem tudom, hogy belefér-e még. Ugyanis az nagyon-nagyon kellene nekem. Ebből is legalább kettő. 65-ös Rex. Jó, azt hittem, hogy... Ó, még csak 76%. Ezt viszont meg fogom várni, ugyanis már nagyon el fogok menni. Ugye erre a hegyre, ide oldalra, aztán ezt a hegyet is így megkerülgetem, meg itt a part mentén, itt ahol a múltkor tek Rexet fogtok végül is, ott nagyjából ott van még Rex, meg itt oldalt, ezen a kis csücskön, mondd, hogy jó statjaid lettek, mondd, hogy jó statjaid lettek, mondd, hogy jó statjaid lettek. Ezt nem hiszem el. Egyszerűen nem hiszem el. Semmit nem találok. Értelmeset. Ó, itt egy Explorer Note. Nézd csak. Amit még nem találtam meg. Itt csak ilyen véletlenszerűen találok egyébként egy-egyre rá. Már annyira túl sok szükségem nincs rá egyébként. Csak úgy néha találok egyet. De... Nézzük. Na, még egy 150-es. Fogadjunk, hogy lesz vagy 20 a statján. Mikor befogom majd. Figyeld meg. Bizony úgy lesz, ahogy szokott lenni. Ú, de szép színed van. Vörös-fehér. 27 a damage-ing. Ebből még akár jó is lehet egyébként. Gyere, bro. Gyere még mielőtt az a rohadt tigris jön. Hallod? Ha átment, az a tízes szint, az egy tízes szintű. Ott van. Gyere már! Úgyhogy lehet, hogy onnan a hegyről lepakolok. Lehet, ez nem olyan jó hely, bár... Á, fene! Megye meg! Gyere rám! Gyere! Cicit! Gyere!
Gyere. Gyere már. Ez az, gyere. Gyere, mutasd meg, mit tudsz. Teknőtöt elvisszük. Akkor nem visszük el. Hú, de menne ő lenne, ha nagy damage lenne. Befogás után persze. Gyere, gyere. Na, még egy lövés. Jó, picsán küldöm így. Így, ez az. Jó, körbe kerítjük, még mielőtt valami hülye vadállat megeszi. És várunk. Aztán, ha ma sem jön össze, akkor ma sem jön össze. Az Isten verje meg. Időközben megnéztem, hogy fent azt a karkadontó akármicsodát, hogy kell befogni. Hát nem egyszerű. Ilyen áldozatokat kell neki vinni egyébként. Mondjuk ezt bár biztosan sokan tudjátok, ilyen áldozati állatokat kell neki vinni, és akkor közben vele így gyilkolászni. Illetve van egyszerű módja is. Oh, 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 megvan a Rexi. Oh, még nem merem megnézni, milyen statja lett. És akkor úgy kell így befogni, ott van egy ilyen külön ilyen érdekes, így meg kell így szelídítgetni. Te jó Isten. Közben ott valamit bugol fent az ég, így már jó. Nézzük a statjait. Na jó, kiindulásnak nem lesz rossz az a 39 damage. Ahhoz képest, hogy ugye 150-es volt. HP is, ott majd találok még jobbat, na mindegy. Ezeket sikerült befogni. Most viszont eltesszük mindet, és otthon megnézzük a kis bázison, összehasonlítjuk az összeset így egymás mellett, hogy milyenek lesznek, és... pont annyi kriopodot hoztam, mint amennyi kell. Tekrexi. Amit találtam még itt erre fel egy rexet, kemény 30-as szintű. Mondjuk a szín az szép. Ezek a piros foltok, zöld háttal, kék páncéllal. Na mindegy. Még egyetlen hely van, ahol még úgy sűrűbben láttam, amit ugye előfordult. Az... pontosan arra, merre megyek. Ott van még egy. 70-es szintű. Na most egyszer ezt sem fogom kinyírni. Már fáj a kis ujjam a shift gombnyomásától. Igen, még itt szokott spawnolni, itt szinte mindig találtam egyébként. Ezt a helyet, magát itt, ezt a flat area-t, itt az egészet, egy nagyon jó bázis helynek mondják, ugyanis ott arra lent, ott lent a víz alatt, ott van ez az egyik dungeon, ahol ilyen csak piros lootok spawnolnak, illetve közel vannak a mögöttünk, ugye ott van egy csomó fém, polimer, meg egy nagy csomó minden, itt lehet ugye húsevőket fogni, hát nem pont ide a spawn helyére kell építkezni, egy kicsit arrébb nyilván, de ezt itt egy nagyon jó bázis helynek vallják. Na jól van, térjünk haza, aztán hasonlítsuk össze a rexikéket, aztán megnézzük, hogy ezzel tudunk-e már valamit kezdeni, és hogyha igen, akkor hát ráállok a breedelésre szépen, aztán majd kitalálom, mi lesz majd a következő részekben. Kidobálom itt szépen a rexeket, ezt az egyet viszont elteszem, az a tech rexet, ez most úgy sincs neki párja. Kezdjük vele. Kell cserélni. Ja, persze várni kell 5 percet. Ez olyan jó. Jön a második. Ja, rajta már nyereg is van, jó. Mert igen, őt hamarabb fogtam be, itt eltelt egy pár nap, mire én itten neki láttam újra játszani. Tehát addig arrébb viszem viszont a cicákat.
Harmadik. Mondom, harmadik. Már csak egyet kell kidobni, várja csak. Három. Tehát 150-esek mail volt mindegyik, aha. Egyébként, hogyha egyszer lesz egy ilyen nyergem, ami ilyen Rexhez való, vagy valami nagyobb állathoz, mert mondjuk például ugye még Rexből csak ez az alapnyereg van, és ugye itt már látszódik, itt van egy ilyen nagyon jó kis compoundbow-nak a recie, vagy esetleg találok még valami mást, akkor ezeket így tehát rezetelem majd úgymond itt a szintemet, ezt, és mindent a crafting skill-re teszek, hogy minél nagyobb százalékból jöjjön ki. Hát nyergekből, hát ezekből a receptekből még csak ilyenek vannak, amiket sikerült gyűjteni gyakorlatilag. Hogy úgy mondjam, szinte mind haszontalan. Van ez a megatérium nyereg, ez egyébként egész jó lenne, ugye a Pók bosshoz, viszont hát most még azt is befogni nem, inkább várok egy jó kis Rex nyeregre. A többi az meg csak ilyen dísz. Megtartottam, mert tök jól néz ki, hogy van egy ilyen Belzebufó is, géppisztoly, stb. De hát egyszer majd. Ezt például nem tudom, hogy miért tartottam meg ezt a baltát. Oh, már tudom dobni a Rexit. Oh, mindig rosszat veszek elő. Nos. Nézzük. Igen, ő volt a 140-es, ugye? Igen. Ő arra lesz jó, hogy breedeljünk. Ja? A többi mail. De jó. De csak 4 volt, nem 5? Female. Az arra lesz jó, hogy átbreedeljük a statokat. Mert neki minden egy kicsi. Igen. Még hála Istennek a movement speedje is, és akkor a movement speedet, a 22-t, azt átbírjuk breedelni úgy, hogy róla a damage-et, mert neki 39 van, róla meg a HP-t, mert 36 van. Úgyis a damage az fontosabb, mint a... De jó, HP is fontos, nyilván ne halljon meg, de arra lehet így pontozni, majd max egy-két mutációt arra meghagyok. Na, viszont akkor ő, és ő így semmire nem jó, neki max a színe szép, ő volt az első, ja nem, ő szép, ő jó. Ez nem való semmire. Energy esetleg. De az annyira nem fontos. Na jól van. Én ezeket szépen el is nevezem, hogy... És akkor először megpróbálom a mealit, vagy a életet átvinni. Kállj ide. És akkor... Ezt most már nem fogom így itt hagyni. Hogy mondjam. Viszont ehhez majd sokkal több hely kell. Ez bizony sokkal több hely kell majd, mert ez a hely itt ilyen kicsi lesz, ez viszont majd a streamre addigra már talán lesz egy-kettő jó breed. Illetve fogok még majd egy kicsi szintűt, hogy az ilyen alapstatokat átvigyem rá, hogy ilyen egyesek legyenek, mint tudom én például az oxigén, vagy a movement speed, értitek? És akkor kicsit átláthatóbb lesz, hogy mire kap, mire nem. Azért megvan az is a játékban, hogy mekkora a maximum szint. Na jól van. Na viszont ez mára így ennyi volt. Én köszönöm szépen neked nagyon a figyelmet. Ha tetszett, akkor dobj egy lájkot, illetve hogyha még elmulasztottad volna, akkor dobj egy feliratkozást is. Ne felejtsd el felcsatlakozni a Discord szerverre is, illetve majd a livestreamről pedig további, illetve a következő részben majd tájékoztatok mindenkit. Nos, köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, legyetek jók, aztán majd találkozunk, sziasztok!